Sziasztok! A mai videóban egy kicsit a vágó tárcsákról fogunk beszélni. De biztos, hogy jártatok már úgy, hogy egyik pillanatról a másikra a tárcsa kb. Egyáltalán nem akar vágni, és nem tudjuk, mi a baj. Meg ugrál, meg szikrázik, meg minden olyan. Na most annak általában az az oka, hogy valami olyant vágtunk vele, akár szándékosan, akár véletlenül, amit nem kellett volna. Fát vágtunk vele, vagy belevágtunk, valaminek a helyét kivágtuk, és akkor beleért a vége, akár fába, vagy tudom is én, netalán élvédőt vágtunk vele. Tehát nagyon sokan szokták ezt a fajta élvédőt is vágni a gyémántos tárcsával. Akkor szokott az lenni, hogy egyszerűen ráolvad a szélire a alumínium, vagy akármilyen olyan fém, amit vágunk vele. Ennek az szokott lenni a megoldása, tehát szerencsére ettől nem lesz teljesen kuka a tárcsa, sőt nem lesz úgymond semmi baja, csak újra meg kell élezni. A újra meg kell élezni az konkrétan annyit jelent, hogy bele kell vágni egy olyan anyagba, ami annyira erős, hogy egy kicsit megkoptatja a tárcsát, és akkor újból elő tudnak bújni a gyémánt szemcsék benne, és akkor megint vágni fog rendesen. Na most, ha olyan helyen vagyunk, ahol ezt nem tudjuk megcsinálni, tehát hogy hiába van ott egy erős beton, azért mégsem állunk neki vágni a betont, főleg ha bent vagyunk a házba, olyankor azt szoktuk csinálni, hogy ilyen élező követ használunk. Tehát például itt van a Rubinak az élezőköve. Ezt tulajdonképpen, amióta megvan a vizes vágó, azóta nagyon gyakran használjuk, mert egyebeknél nem tűnhet föl, de a vizes vágónál azért feltűnik, hogy időnként nagy segítség, ha egy párszor megjárjatjuk egy ilyen élezőkőbe, és a kis tárcsáknál is nagy segítség lehet. Tehát, hogyha valamelyik tárcsa nem úgy vág, mint újkorában, vagy hogy mondjam, vagy egy napról a másikra így nem akar úgy vágni, mert ez okozhatja sok minden. Ugye többfajta burkolat van, van úgy, hogy kitelítődnek tényleg ezek a részek rajta, és nem tud már vágni, akkor csak annyit kell csinálni, hogy egy ilyen kőbe egy párszor megjáratni, és akkor megint talán jó lesz. Na nézzük meg. Vágok egy kis élvédőt. Ugye azt mondjuk, hogy jó, ennyitől nem lesz semmi baja. De igenis lehet ennyitől is, de már látni is szerintem itt az ennél, hogy rá van kenődve ezekre a részekre. Tehát oda teszem az ujjam, hát a jobban tud majd fókuszálni a kamera, de így látszik, hogy rajta van egy olyan vékony valami. Tehát persze, ha ezt ettől komolyabban csináljuk, vagy ettől többet vágunk fel, akkor még inkább. Nézzük, ilyenkor mi történik. Elkezd egy kicsit szikrázni. Ha szerencsénk van, és olyan a burkolatunk, akkor úgymond letisztítja saját magát, viszont nagyon sokszor ez történhet, hogy elrepeszti a lapot, vagy egyszerűen nem akar vágni. De kipróbálunk több tárcsát is.
Ugye több fajta anyagon próbáljuk ki, némelyiknél nem érezhető annyira, de ennél például látszik, hogy... hogy egyszerűen ugrál rajta. És ha fogjuk ezt a kis követ, megnézzük most mit csinál. Egyébként ezt az egész folyamatot, miután egyszer-kétszer bele nyomtuk, meg is tudjuk nézni, hogy egyáltalán történt-e valami. Így, hogy az élin, ha körbe tekerjük, látjuk is, hogy tisztult valamennyire, vagy nem. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy ennyitől már jobb szokott lenni. Hogyha van egy olyan tárcsátok, ami úgy tűnhet, hogy már reménytelenül rossz lett, de ugyanakkor még van rajta gyémánt, ezt érdemes kipróbálni, és az esetek 99%-ába segíteni tud. Sőt, néha még a gyémántos koronafúróknál is. Tehát ott is lehet ilyen probléma, ha olyan anyagot fúrtunk vele, amit annyira nem szeret, és kitömődnek azok a kis csík, akkor azt is érdemes egy ilyenbe megjáratni. Hasonló a helyzet a fánál is, már mondjuk ez annyira nem probléma, mert úgymond ennyitől csak egy ilyen kis réteg rámegy, de vágásnál... annyi történik, hogy elkezd egy kicsit ugrálni. Ezt ugye elég hamar le lehet tisztítani. Csak egy párszor vágjuk bele, aztán annyi is. Úgyhogy ha van ilyen rossznak gondolt tárcsátok, azért egy esélyt megérdemel, hogy megélezitek, és talán lehet még használni jó sokáig hibátlanul. Köszönöm szépen a figyelmet, következő találkozásig, sziasztok!